Újabb tolvajokat füleltek le a tolnai rendőrök. Február végén egy Dunaszentgyörgyi férfi tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hogy a Faddomboriban lévő nyaralójába betörtek, és onnan elloptak egy csónakmotort, egy hifi tornyot és egy akkumulátortöltőt. A tolnai rendőrök széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, mely során március 17-én megjelentek a két faddi férfi lakásán, ott kutatást tartottak. A fiatalabb, 21 éves férfi elszámoltatása során elmondta, hogy a bűncselekményt ők követték el, az eltulajdonított értékek hollétéről is nyilatkozott. A másik elkövető már nem volt ilyen együttműködő. Idősebb, 27 éves társa a gyanúsítotti kihallgatás során a vallomástételt megtagadta, de a kutatás során megtalált tárgyakat lefoglalták, így a sértett kára megtérült. Az elkövetők ellen pedig büntetőeljárást indítottak a rendőrségen.